Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt az újabb epizódja a Mélytengeri Kalandok sorozatunknak, a negyedik epizódnál vagyunk, itt vagyunk Attilával és Bogival. Hello! Aki felhasználta a Vidercs-Keletenakokból szerzett dolgot, és szerzett egy csomó csontot, és bővítette a búzafarmot. Na, szuper! Na, srácok, viszont a kaja ügy az nem tudom, hogy áll. Én oldom meg tele a mert most már lassan tudok mozogni emiatt a hiány miatt. Igen. Ott dobálom neked a kenyeret, te. Ja, bocsász. Cserébe viszont itt van egy jó kis mennyiségű arany, ha érdekel. Ha még itt bemászol, itt ide az alá, pár blokkra arra fele van még egy elég nagy mennyiségű. Jó. Napot kívánok! Hú, hát én nem fogom itt veszélyeztetni a saját épségemet, főleg csak úgy nézd meg egyelőre, ha úgy akarod. Hoppá! Én meg már megint fát vágok. Á, napot. Ha. Tudod, mi lesz itt a baj? A homok. Na. És az üveg. Hát... nem túl sok van belőle nekünk még emlékeim szerint. Hát nem. Na várjál, pedig most jó lenne nekem most egy pár darab. Most itt lecserélem a torcsokat Glowstone-ra, mert luxus van. Azon 22 szent van, engedélyt kaphatok arra, hogy ezt mindet kiégessem? Igen. Vagy legalábbis 16-ot belőle, 8-al osztva. Úgy használnánk másra. Cserébe viszont kaptok tőlem még egy sütőt lévén, hogy már van annyi helyünk. Van annyi. Jó, én megyek és csinálom a farmot, mert hát én ilyen farmeroz már vagyok. Ja, és ide lent meg még szén van, nem tudom, láttátok-e, nem? De igazából azt láthatjuk is. Egyébként elkezdtem növeszteni netherwortot. Szóval ja, most már van azok is. Raftolok hallottak egy pajzsot, és visszamegyek a netherbe tutolgatni. Jézusom, mennyi fa! Ja, Bogi, megtartunk továbbra is. Már mennyi fa van? 31 darab. Én csak kiszedtem a fát. Nem a balámat viszem magammal. Nem. Mivel ennyi kövünk van, én elhasználok belőle egy párat. Jó. Ja. Úgyis most kőszedés van. Be akarom itt fedni ezt a hagyok egy kis vizet, de be akarom fedni, hogy tudjam, hogy merre van a kelpő. Parom. Jó. Azt te már hapcizni akarsz. Köhögő gyárosok. Egyik tüsszög, másik köhög. Bogi, kezdjen már fel. A harmadiknek néz. Nem. Úgy jól hallottam? Bogi, kezdjen el fübezni? Azt mondtad? Hulladozni, te! Ja. Fiú. Engem ki fog dobni a szerver. Halló? Hallunk. Ah, jó. Na szóval. Visszatérve erre a Nether Fortress-re. Van rajtam aranyköz, jó. Na, nem tudom, hogy hallottál-e, Danuka, az új dologra, amit úgy hívnak, hogy Netherite. Igen, erősebb, mint a gyémánt. Pontosan. És mit fogunk használni? Meg van áldva vele. Jeleznem kéne valahol, hogy merre jártam már. Még hogy a visszautat is. Egy Optifine-t azt igazán berakhattam volna. Na, az viszont már csalás. Mondjuk én nem láttam, hogy azt használsz. Úgyhogy nem tudom leleplezni, ha azt használsz. Hát én hülye vagyok. Már. Mi van az új bajomban? Bone block. Szereztünk egy bombját. Nagyszerű, én azt megoldottam itten. Ez így nagyszerű. A fajatermelésünk, meg a fatermelésünk konkrétan fullan tud működni. Hogyha élve visszajutok. Ja. Én szerintem a bombi most elsődlegesen inkább most kajára menjen. Jó. Mert most a békafeneke alatt vagyunk haja ügyben. Van egy kevés alma. Elvileg élek. Igen, csak azzal nem megyünk túl sokra. 2 stack plusz 34 darab bonnél. Gyorsan haladunk, emberek. Egy 2-3 percig el leszek zárva, úgyhogy nem tudtok keresni. 2 gyémántot találtam az egyik ládában. Az jó. Meg 2 darab chestlétet aranyból. Tőle azokat mind a 2-t majd nektek adom. Hogy vegyétek fel. Pont futni már nem tudok. Kinek kell így gémez bányászás? Szá, menjünk, ne dörbe. Há, hogyne. Nagyon-nagyon szerencsés az a szíd, amúgy. Nem, szerintem mennyire legyengült a Minecraft nehézsége. Nem, ez egy nagyon szerencsés szív. Játszunk Rollival egy külön játékban, Bogit is belevontuk, ott 6-szor olyan nehéz, minden nyugodj meg. Tehát most csak szimplán mázlisok vagyunk. Elkezdett nőni a káb. Ez jó hír. Ja. Danuka, bőven mázlisok vagyunk. De nekem. Amúgy meg az itt nagyon zavar engem, szóval kiszedem. Csonti! Tudom. Ő is meghalt, pontosabban. Ez jó, mert adják ugye a veszőt. Ja, és jut eszembe természetesen ugye, hogyha eljutunk oda a szigetre, mindenféle jószágot ott fogunk valószínűleg találni. Úgyhogy azért is lenne most egy jó dolog, hogyha most arra lehetőleg egy erősített hadsereggel mennénk rá. Tehát most fókuszálunk arra. Ez egy szabály, hogy nem költözhetünk ki oda. Tehát kiköltözni nem? Ide elszállítom, hogy nekem van annyi türelmem, hogy 200 blokk vagy 300 blokk távolságról lévő pipiket is ide hordok. Mondjuk a lépcsőház az lesz egy külön feladat, mert oda a lépcsőház fog így akkor kelleni. Tehát arra gondolok itt most, Danuka, hogy nem lehet azt csinálni, hogy kiépítünk oda, azt onnantól egy alap survival az egész, hogy kint élünk. Igen, ott. igen. Hát annyi, hogy onnan elhozhatjuk az állatokat, nem? Meg a nyersanyagokat kiválhatjuk. Így van, én ezt mondtam. Ne, megint egy víz. Ja, ez csak a folytatása. Egy blogban. Egy blogban folytatása. Az összes bone meal-t erre használjam el? Szerintem nyugodtan. Mert már van 38 darab búza. Mondom még egyszer, békasegge alatt van a pan. Illetve a kaja szerintem. Nem, most már nem. Ezzel a nether buff-fal, vagy hogy mondjam. Jajaj! Drukkoljatok! Drukkolok! Drukkolok! Jó, nem vagyunk olyan magasan, hogy beszökjön a vasszer. Ha el sem hiszed, pontosan 1 stack buta. Az jó. Csak az nem 3-mal osztható. Szóval kijött így 21 darab, a 21-et elosztjuk 3 felé, 7 kenyér neked. Az pont 3-mal osztható. két kenyér Danukának. Yes. Tessék, kapsz egy kardot alányból. Direkt még nem is néztem távolságokat, mert még rendkívül messze vagyunk, úgyhogy még azt nem is mondom, hogy ott vagyunk-e még. Mert még szerintem a szomszédos szigetnél sem vagyunk, ahol láttam jó sok zombit. A netherite-okat nem lehet bombélezni, ez szomorú. Hát azt eleve tudtuk. Próbált azért megért. Na viszont akkor bővítenem kell ezt a farmot. Nem lesz jó. Az összes fa kinőtt. Az jó. Nem is tudom miért. Hát igen, ennek a sorozatnak viszont talán egyetlen egy átka van, hogy aki csinálja és komolyan gondolja a csiracsumit, az a kameraman szerepet tölti be. Hát, ja. Mert mi minden más csinálunk. Ja. Na, most ha én is ráállnék a kaja készítésre, meg ilyesmi, akkor viszont állna az egész. Igen. Pont azt mondom, hogy mind a hármunknak van szerepe. Nem, hogyha én azt mondom, hogy én is kaját készítenék, meg ilyesmi, akkor ki csinálna ezt? Senki. Pont ezért mondom, hogy mindenki csinál valami fontosat. Mindegy. Szén. Jöjjön, jöjjön, nem de bár. Ja. Amúgy 20-as szinten vagyunk, szóval hogyha 11-es szintre költöztünk volna, az sokkal hatékonyabb lenne. De szerintem hát, amíg épp... A 20-as azért jó, közben kaptam egy arany micsodát kardot. Tőlem. A 20-as az azért jó, mert még nem vagyunk nagyon lent, hogy láva folyamokba meg ilyesmikbe találkozzunk. Ugyanakkor nem vagyunk annyira fönt, hogy a tenger az bezavarjon nekünk. Hát jó, de Danuka, gondolj bele, 11-es szinte lennénk, akkor valószínűleg egy ekkora táv alatt rohadt sok gyémántot tudnánk. Az is igaz. De óvatosabban bányásznék. Ja. Akkor besegítek én is ide csomóval. Én egyelőre 2x3-asban csinálom, hogyha ott a harmadasok, ami meg van kezdve, azt vinné valaki. De nem kötelező, mert ugye ti is ugye feladatot csináltok. Találtál? Skeletont. Ja? Előbb-utóbb utol fogsz érni egyébként. És ide használhatnánk torcs helyett egyébként glowstone-t. Persze, igen, csak most ugye... Még nem érzem azt a luxust, de lassacskán mehet, amikor a végleges változatot csináljuk. Basszus, Jézusom, de mennyire sok szén. Hogy a jó élet áldjon meg. Hát már hamarabb elő... Na! Még egyszer, hamarabb utol fogsz érni. Konkrétan egy elég komoly szénlelőhelyet találtam. De itt mi azba ütköztem. Gravelbe távozunk. És mindig is lesz. Valami fenomenális. Visszapajzsom. Na, tovább. mik a koordináták, amifelé megyünk? Azt nem tudom, mert azt tudom, hogy pár száz blokkra van, úgyhogy ezért nem is néztem. Azt tudom, hogy van itt egy ilyen 100-150 blokknyi távolságra egy közbűső sziget. Az ilyen megállónak jó lesz. És ez milyen méretű sziget? Inkább annyi, mint az alap. De fűmag meg ilyesmi miatt talán jól jön. Danuka, innen találsod 3x3-ba, kérlek. Csináljam. Mert itt igen, később átveszem vissza, csak itt még van az... Ja, Bogi csinálja, jó. Csak nekem meg vissza kell mennem Csákiért, mert mindjárt vége. Addig én ássam tovább. Ennyire jól állunk? Na most mind a hárman ráálltunk. Igen. Még nőnek a dolgok, fal, búza, ilyesmi. Mondjuk a fát azt most ki kell szednem, mert már szarba vagyunk. Legalábbis én nálam volt. Hát felraktam az egy felső ládába az összes fát. Elkülönítettem, hogy látható legyen. Jó, mindegy, most már kiszedtem. Nem megyek vissza. Ennyi volt? Várj, nem. Csak. Ugye ki kell alakítani még a szobarészlegeket, valahonnan szerezni kell lágyakat. Ja. Viszont összerakok két nagy ládát, ha találok fát. Nálam van, és én csináltam már egy ládát. Jó. A köveknek csak és kizárólag szeretem. De... Várjál, ezt a ládát ide rakom, és ebbe rakok egy kevés fát, mondjuk a felének a... Felét azt kiveszem és odaadom neked. Ja, itt vagy. Ott hagyhattad volna, egészség. Jó, most már tuti biztos megfáztam a rákban. Megint csak egy pillanat, megint urat kijök. Na kérném szépen. Amúgy meg, hogyha fa és te kiszeded, akkor ide ebbe az egyetlen egy látába rakd be. Egyébként már 5. napba tartunk a játékban. Micsoda? 5. napban. 5. napja. Az jó. Jó, ez az utolsó rész, mert Kenta ráér. Oké. Okay. Csak én nem hapcisztam, vagy köhögtem bele? Egyszer se. Gratulálok ehhez a tisztelethez. Hogyimán csak ilyen. Napot kívánok. Na, találtam még egy. Ja, hogy te gyémántal csinálod? Hát mondom. Ez sokkal gyorsabb és több is a durability-re. Hát ja. Ja igen, már gyémántot már nem tudsz minek. Akkor te 2x3-ast, én 1x3-ast. Úgy meg Attila szerintem középen a izék nem fognak nőni, mert nem kapnak elég fényt. Hát ez meg, hogy megcsináltam a micsodát, de nem csináltam rá a csákit. Várj, Danuka, adok egy vasat. Adok egy vasat. Miért álltál meg? Danuka, fordulj vissza! Maradt még? Kaptál egy vascsákányt. Ja? Ja! Oké. Bogi, mondasz létszőség koordinátát ott a legelejét? Ja. Szerintem most így, ha azt kérdezed, szerintem most vagyunk annak a nagyobb első szigetnek a magasságában. Tehát a köztes sziget. Megnézem. Mi van? Sziget nincs. De itt van. Jó, mindjárt itt vagyunk az első állomásnál. Na. Tehát olyan 10-20 blokkra satszolom, és el kellene kezdenünk felfelé. Hát ki akarunk itt kötni, vagy... Hát csináljunk, ide kössünk ki. És itt sziget. Jó, hogy te így is, így ja. Ott szerintem már elkezdhetsz felfelé esni. Jó. Csak pont találtam egy kis szénet. Jó legyen ez. Vasút fel is vigyen? Nem, szerintem. De hogy oldjuk meg, hogy itt ugye? Ja. Jó, ez lesz a megálló, és itt lesz a lépcső majd, jó? Egy irányba menjünk fel? Hát így szerintem így magasságba. Tetszik a lépcső? Igen. Jó, Bogi, hozzá egy crafting table-t kell. Ajaj, megjöttek a mobok. Mindjárt. Vissza. Úgyis vissza kell mennem Csáki ügyben. Na. Jaj. Ebbe bele kellett dobnom. Jó. Kéne nézni, hogy tényleg abban a magasságban vagyunk-e. Igen. Várj, akkor felállsz még egyenesen. Hát... Csak mi van, ha nem ott vagy? És itt is a víz. Szóval... Lám. Ja, hogy ja! Hát itt még ne álljunk meg, bakker. Itt még ne álljunk meg, bakker. Még messze vagyunk? Még messze. Ajaj. Ja, lehet, hogy még azon a kitüremkedéses hegyes részen vagyunk, ami még a víz alatti hegyen van. Nem? Akkor még kb. Ugyanennyit kéne. Nem. A koordináta. Idáig kell. Ez a sziget? Oké. Okay. Már az első megállunk, igen. Igen, arra gondolok. Kaja. Vala lejárom. Ja. Jó, az, hogy a kelpen kijelzik, hogy... Meg akkor csinálok egy ottani állomásra egy crafting asztal, csak nincsen fa. Lehet, hogy átbízzuk Bogi ezt a szállás helyet, hogy itt gondolsz, meg ilyesmi. Ha nem baj, persze. Mi? Tehát azt a részét lehet, hogy átbíznánk, hogy itt az alapszállásunkat gondozd addig, amíg mi csináljuk. Jó. Jó? Vagy hogyha fennáll egy olyan magasságban, hogy van kajapia, meg ilyesmi, akkor jöhetsz te is. Ha unatkozol, vagy ilyesmi. Már hozzáteszem, hogy mai napon már nem lesz erre sok időd. És milyen magasságnál vagyunk? 387, 446, ó, még azért van, tényleg. Várj, egy ilyen részt kiások addig is. Jó, nem. Az tökéletes ötlet. Még egy picit tudom tartani az adást. De vele akkor most biztos, hogy tudunk felvételezni, vagy csak beszélgetni? Egyelőre beszélünk, és majd meglátjuk. Na, viszont megköszönjük a kedves nézőknek a figyelmét. Ennyi volt már mostanra a Mélytengeri Kalandok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Hello.